A 2024-2025-ös tanévtől válhat ingyenessé a középiskolások és szakképző intézményekben tanulók számára a B-kategóriás jogosítvány megszerzése. A nappali tagozatban tanuló diákokra 20 éves korig biztosítja a kormány az elméleti tanfolyam díját és a B-kategóriás tanfolyamnak a 29 óráját. Ez jelenleg azt jelenti, hogy az autós iskolákban ez a korosztály teljesen eltűnt. Mindenki várja azt, hogy mikortól fog ez megjelenni, és mi lesz ennek a következménye. A támogatás igénybevételének formája, módja kialakítás alatt áll az érintett tárcák részéről, ami nehéz helyzetet teremt az autós iskolák és a jogosítványra várók között. Ez a 2024-25-ös tanév az azt jelenti, hogy nem biztos szeptembertől, lehet, hogy márciustól, lehet, hogy januártól, ebbe a tanévben nem tudjuk azt, hogy előfinanszírozott lesz, utófinanszírozott lesz, mint az elmélet. Az elméletnél most per pillanatnyilag 25 ezer forintot áll a kormány az elméleti tanfolyamnak a díjából. Az elméleti tanfolyamok 40-45-50 ezer forintos összegben vannak az autós iskoláknál, tehát ebből áll 25-öt. Annyit tudunk, hogy ebből a gyakorlati részből 29 órát fog állni, aztán hogy abból mennyi lesz, milyen összegbe állja, milyen összegbe biztosítja, semmit nem tudunk. Annyit még azért benn van a jogszabályban, a szülőnek nyilatkozni kell, hogyha nem tart igényt erre a szolgáltatásra. Tehát nagy valószínűséggel, hogy utófinanszírozottként fogják ezt biztosítani. De ez csak az én véleményem, mert jogszabályban ez még nem jelent meg, a rendelkezési utasítás még nem jött elő, úgyhogy nem tudunk semmit, mindenki vár, és bízik abba, hogy ki túléri ezt az időszakot, amire ez beindul. A országos szinten 60%-a csökkent a tanulóknak a létszáma. És ez ugyanúgy a vizsgáztatásban, itt, mint az oktatásban is megjelent. És B-kategóriáról beszélünk természetesen. Nekünk az lenne a megoldás, hogy minél több tanulónk lenne. De hát ezt sajnos nem mi döntjük el. Azt lenne jó tudni, hogy egyáltalán tényleg mi lesz ennek a vége, hogy lesz ez a probléma megoldva, és akkor mi is tisztán látnánk, hogy milyen irányba kell elmozdulni. Mert most per pillanat mindenki vár, hogy mi lesz, és bizakodik abba, hogy túléri ezt az időszakot. Az eddigi szabályok alapján a 20 év alattiak jogosítvány szerzéséhez utólag lehetett 25 ezer forint költségtérítést igényelni az államkincstáron keresztül. Ebben a 2018 nyarán életbe lépett állami támogatási programban a kormány eddig már több mint 4 milliárd forint támogatást adott, mintegy 163 ezer kérelmezőnek.